Na, gyerekek, meg is vannak. Itt vannak. Egy ilyen kis tök hangulatos ilyen pince soron vannak. Konkrétan ide lehet sétálni hozzájuk. Valószínűleg az övőké lehet, meg fogunk kérdezni, hogy milyen infókat lehet róluk megtudni. Rönó. Sőt, meg is kérdezem most. Gyönyörűek. Gyönyörűek. Jó napot! Na hát végül hiába csöngettem, nem jött ki senki, pedig hallottam, hogy valakiben dolgozik, szóval nézzük az autókat. Ahogy a jelenlegi ábra is mutatja, ez egy Renault 10-es, méghozzá a kerek körlámpás verzió, tehát a régebbi verzió. Ahhoz képest elég egyben van. Oh, vannak meg még dísztárcsák is. Ott láthatjátok. Pókhálós az biztos. Van benne néhány alkatrész, lökhárító, napellenző, hátsó, igen, itt be is lehet nézni, itt van a pók gyerek. Lökhárító, napellenző, díszlécek, tele van levéllel, egy diófa alatt állnak. A másik pedig, hogyha jól néztem utána gyerekek, kövezetek meg, ha nem, szintén egy Renault 10-es, csak a kockalámpa verziós, tehát a kockalámpás, ami ennek az újabbik verziója. 65-67 között gyártották, ha jól tudom, ezt meg utána egy 70-es évek elejéig, hogyha jól tudom, 70-71-72-ig gyártották ezt a példányt. Ez ugye az újabb verziója. Renault. És meg a rendszáma is ott van, gyerekek. Lökhárító egybe. Hát ezzel konkrétan valamikor beálltak ide. Amúgy azt láttam, hogy a tulajnak valószínűleg övé, vagy 5 Renault-ja van még benne, amit egyet használ, egy kínál az autó. Itt hallom, hogy dolgozik, csak nem tudom, miért nem akart válaszolni. Nem tudom. Tehát egy ilyen Renault mániás, hogyha jól vettem le. Hát egy elem hiányzik belőle, az biztos. De baromi jól néz ki, gyerekek, hát régi példány, én nem is láttam még ilyet futni. Egy ilyen pince előtt áll konkrétan. Ennek is le van húzva egy kicsit, hogy szellőzzön. Az ablak le van húzva. Ilyen belülről. Mindjárt megnézem még egyszer, itt van-e a csávó, ezt akkor benézek, beléjük nézek. Na, végül sikerrel jártam, kijött a tulajdonos. És éppen most megy el a Renault-jával, mivel mással. Azt mondta, hogy neki van egy ilyenje, ami teljesen fullos, és alkatrészként használja őket. Ugyanakkor alkatrészként szokott ezekből is eladni. Nyitva van, és nyugodtan be lehet nézni, illetve nyugodtan benézhetek, megengedte. Baromi jó fej volt, szóval lássuk, hogy néz ki a Renault 10-es. Nyilván ugye attól nem félt, hogy beindítom és elmegyek vele. azt látjátok, nem kérdeztem meg, hogy mióta nem használja ezeket. Az kimaradt, de mindegy, az ugye alkatrészbázisként szolgál mind a kettő. Akkor be lehet nézni, azt mondta. Visszajön, vagy mi? Nem, ez egy más. Na, akkor nézzük meg. Azt mondta, nyitva van. A francba. Erősen kell benyomni ezt a gombot. Uha, várjatok. Hú de jó, hú de jó. Jugoszlávia. A tetőcsomagtartó jugoszláv. Francessen bele. Oké, okay, megvan. Csak rohadt erősen kellett nyomni a gombot. Gyertek ide! Na. Szóval. Kinyitottam. Hát az ajtó tartó elemek sem annyira biztonságosak. Nem akarom, hogy leessen semmiféleképpen. Jó, leesni csak nem fog. Maximum visszateszem. Hú, meddig kinyílódik. Tök zsír. Na. Gyerekek, így néz ki belülről.
A francba csak be kéne ülni. Beülök, aztán majd leporolom magam maximum. Na várjatok, tiszta, tiszta pókháló az egész. Ez micsoda pók, fúj. Ott egy hullapók. Hú, gyerekek. Renault 10, oda is fel van írva. És ezek a dísztárcsák. Annyira jók ezek a dísztárcsák. Na, Skoda dísztárcsa is van, gyerekek. Ha, régi, ez is 60-as évekből. Ilyet mutattam be ami az 1000MB-s csávó, ilyenből csinált órát, meg ugye a 68-as Skoda Octavián is ilyet találtam, csak ugye ez full rozsdás volt. Na, gyerekig. Nem fog beszakadni alattam, hát ja. Porzik. Hú. Meg szerencsé, hogy olyan pólóba jöttem, amit nem sajnálok. Direkt erre felkészülve. Azt figyeljétek, gyerekek. Régi Renault-jel. Kilométer óra. Ez a régi vízszintes, ez nekem annyira tetszik, gyerekek. Nagyon tetszik. Hogy vagyunk? 9814 kilométert mutat, hát elég fura, hogy csak eddig mér. Mármint, hogy összesen 4 darab számjegy, de igen. Ja, dehogy is, várjál! Nem, azt rosszul néztem, csak azt hittem, hogy elválasztó. Nem tudom, ti így látjátok, 98141. Gépen szerintem látszódni fog. És milyen gyönyörűen kattog az index, basszus, mintha új lenne. Nagyon zsír. Váltó. Nem tudom, hogy motor van-e benne, valószínűleg van, de lehet, hogy felnyitom a motorháztetőt majd. Hogy tudom, hogy kell. Basszus, de jó kézifék. Mint hogy új lenne. Mit akarsz? Zsír. Egy-két pókhálót leszámítva, elég zsír. Renault 10 ide is fel is van írva. Még papírok is vannak hozzá, gyerekek, várja. Na, ebből meg is tudjuk, hogy... Ne! Nem mondod komolyan, még pénz is van benne. Várja, igen, ő itt a csávó, vele találkoztam. Érvényesség idő 2016. Jogosítmány... Ja nem, ez egy jogosítmány... Ez csak a vezetésre való, várjatok. Nem, ezek nem az autóhoz való dolgok. Are you kidding me? Are you kidding me? You're kidding me! Are you kidding me? You fucking kidding me? 200 forint. Meg még van be még egy 200-as. That... nem semmi. Zsír. Ezt hogy lehet lehajtani? Nem akarom letörni. Aha. Zsír, hát ez durva. Konkrétan volt benne két darab régi 200-as. Zsír. Na hát így néz ki, gyerekek. Belülről hátsó része is borzasztóan rossz. Hát ugye igen, a hátsó ablak nincsen meg. De megvan, itt van. Valószínűleg beesett, vagy direkt beszedték, és tele van levéllel, meg ilyen diófa levéllel, meg dióval konkrétan. Műből ülések, valami most rámesett a fejemre, fúj. Ja, úgyse látom, itt mindegy. Itt vannak ilyen kapcsoló, gondolom. Hűtés, fűtés, szabályzó, hideg, meleg, igen. Ezt ki lehet nyitni? Ezt is. Aha.
Kecskemét és környéke. Kecskemét és környéke térkép. Zsír, gyerekek. Na, nekem ez tetszett. Tsú, moskos lettem mind az atom. És tök jó, hogy szedán, tehát hogy négy ajtós, ez tök jó. Ez is nyílik. Jó, zsír, ez jobban nyílik, mint az első. Mi a kérdés? Csak tele van levéllel. Na, gyerekek, mit mondjak erre? Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, beindítanám. Várjál, nyissuk már fel a... Sajnos a csomagtartóját ezt nem tudtam felnyitni. Viszont ugye... motorház tetőt... abban lehet, hogy be lehet nézni, lámpái már nincsenek hátul. Rendszám sincs rajta, az előző mondhatni jobb állapotban van. És hát az előző, az a másik. Ez szinte egyáltalán nem. Ó, Renault jel is. Kicsit megfogott rajta az idő. Ó, valami szúrós beleállt az oknimba. Kapná be. Nem tudom felnyitni hát, ha. Le van zárva, igen, le van zárva, ott látszódik is ugye a zárja sincs rajta. Ezt majd valami szerszámmal kell így fölnyitni. Jó. Valami pénz is van itt, ha jól látom. €50 konkrétan. Sőt, még ott van több is, 20 forint. Még ott is van, meg kulcsok is vannak benne. Van benne csomó pénz konkrétan. Nem lehet kiszedni. 50-es, 100-as, 20-as, 10-es. Fú, össze... aszalódott 100 forintos. Jó, milyen jól néz ki. Ez vissza lehet hajtani. Hamutartót. Így. Konkrétan a műszerfalba elrejti önmagát. Így. Hát tök jó. Nagyon zsír. Na. Gyerekek. Ez ennyi. Átülhetünk a másikba. Én azt mondom. Egyelőre nem csukom be, mert még fotózok párat. Hogy itt ezen a felén melyik? Hát azon nem biztos, hogy be tudunk ülni. Viszont ha ez nyitva, az jó. Ez biztos, hogy le van zárva. Ez biztos, hogy zárva. Ez is. Akkor lehet a másik felén van nyitva. Kinőtt mellette egy kisebb diófa konkrétan. Itt van. Ez valami dísz. Látjátok. Sőt, valami rá is volt írva. Valami pince. Látjátok, valami pince. Ez pincének az ilyen falra tehető logója. Na. Arrébb tesszük a bokrokat. Na, ez sokkal jobb állapotban van. Nyilván ezt tovább használhatták, ki tudja. Legyen nyitva, legyen nyitva, legyen nyitva. Nyitva. Először hadakozom a pókhálókkal, azt akkor be is ülök. Na, de ez egész szép, erre még rá is lehet ülni. Kisebb undor nélkül is. Egy pillanat. Oksi, na. Gyertek, gyerekig. Így néz ki belülről. Ott egy bicska.
Na, ez a hülye izé mindig ide jön. Sehol sincs egy jó helyen ez a diófa. Itt a biztonsági őknek a csatja. Na, tegyük be popsinkat, erre vigyázni kell. Eléggé megadta magát az alsó fele. Oké. Na hát a műszerfal konkrétan zsír ugyanaz. Nem sokat változtattak rajta. Ugyanez van itt, és ugyanaz a kapcsoló. Index ugyanolyan, itt ez a kar, sebváltó is ugyanolyan. Tök ugyanolyan kilakítás a gyerekek, tök ugyanolyan szinte. Viszont ebbe... ...12.772 van. Igen. 12.772 kilométer. Aha. Igen. Ez innen esett le. De műszerfal is tök ugyanaz. Hiányzik a... ugye a dísz. Elakadási jelző lehet talán. Meg vannak ilyen pénzek. Mi ez? Erkölcs erő egyetértés. Ferencvárosi turnaklub. Ja, itt is vannak ilyen. Az mágneses, aha. Vannak ilyen a csávó benne hagyta, gondolom. Ja, hogy ez ilyen fémből van. Ez a része konkrétan. Itt is volt egy ilyen, nem? Ez volt? Ja nem, itt van, azt láttam az előbb. Ez is mágneses. A kurva anyád méhe rohadjál ott meg, ahol vagy. Vagy darázs, vagy mihez kapnád be. Bejött ez a buzi. Ebben nincs darázsfészek, pedig megnéztem, ugye? Jó néztem, lehet, hogy rosszul néztem. Ki tudja. Minden esetre bele fogsz akadni a hálóba. Ez mintha, ez a Mózes szerintem, gyerekek. Megy át azzal a bottal. Szerintem ez a Mózes bácsi a... old school bicska. Renault 10-es ráj, ugyanaz. Sebváltó, ugyanaz. Ah, visszapillantó. Visszapillantó megvan. Azt a rohadt... hülye bunkó pókhálók. Az alja ez nagyon el van rohadva konkrétan ott. Borzasztóan. Ide is be tudunk nézni? Nem. Ez le van zárva. Viszont ide be tudunk nézni. Ja, ott volt a darázs fészek. Azt kereste az előbbi darázs, na mindegy. Mi ez? Kagelában nincs semmi, egy kulcs van benne. Ami valószínűleg nem ehhez van. Hát, oda se fél a kezem konkrétan, biztos nem ehhez van. Ja. Hogy kell ezt kinyitni, ki kell hajtani, ugye? Ja. Aztán ki lehet, ilyen hamutartó. Hát konkrétan csak ez van benne, ez a Ferencvárosi cucc. És visszanyomni. Ugyanaz. Ablaktörlő nem működik. Vagy ablaktörlő? Na. Na, ablakfelhúzó. Szerintem szép. Belülről is gyönyörű. Nekem tetszik, gyerekek. Na, közben észrevettem, hogy itt van még az első lökhárító. Itt ez a nagy, meg egy csomó szerszám van benne. Bemutattam mind a kettőt. Gyönyörű szépen be is lehet csukni. Ennyire áll a faltól konkrétan. Tete is elkezdte megadni magát, ahogy látjátok. Hát ilyen. Így néznek ki, gyerekek.
Gyönyörűek. Na hát ennyi lett volna a videó ezekről a Renault roncsokról. Remélem tetszett a videó, iratkozzatok fel, és nézzétek meg a többi roncs videót. Sziasztok!